Jó napot kívánok! A szubjektív vendége ezúttal Sinkovics Péter, nyugalmazott újságíró, költő, prózaíró, évtizedeken keresztül a Magyar Szó fő munkatársa, egy időben a lap fő és felelős szerkesztője, jól ismerhetik az olvasók tárcáit is, 10 éven keresztül a lap budapesti tudósítója, és első verses kötete a Drótsövény, az 1976-ban jelent meg, és viszonylag későn, 2009-ben első kisregénye, a Vergilius a csatornákban, illetve azóta az Orfeum is megjelent, ezt is olvashatják a vajdaság, illetve szélesebb körben is az olvasók. Az újságíró szakma nemrégiben aranytól díjjal jutalmazta munkásságát. Jó napot kívánok, köszöntöm itt a stúdióban. Nagyon sok mindent mondtam el önről elöljáróban. Ön hogyan határozná meg önmagát mindezek tükrében? Hát azt hiszem, hogy ez a legnehezebb kérdés, mert az ember személyiségének többféle összetevője van. Mindennek előtt újságíróként határoznám meg. Annak idején valahol olvastam, hogy van, akinek van valamilyen neve, és aztán van valamilyen szakma, és akkor végül a szakmája révén tartják. Nyilván valaki Schuster vagy orvos vagy. Tehát én újságíró vagyok. Ez mellett párhuzamosan, bár váltakozó mennyiségben egy kicsit író, és aztán utazó. Az első olvasmány, amit olvastam, az a Világjárok sorozat volt, és azóta bennem maradt az, hogy minél többet látni a világból. Egy picit zenész is, egy picit társasági ember is, tévénéző is, olvasó is. A sportot nagyon kedvelő, sajnos most már kevésbé foglalkozom vele, de a sport is valóban nagyon fontos része volt az életemnek. Most, hogy nyugalmazott újságíró, gondolom sokkal több ideje jut olvasni. Mit olvas szívesen? Hát a nyugdíjas időszak, egyébként ezt a kifejezést nem nagyon szeretem használni, mert... Mert egyébként aktív résztvevője a közösségnek. Persze, ez voltak éppen egy ajándék, és az ember most tudja bepótolni azt, amit korábban elmulasztott. Pontosabban ez úgy néz ki, hogy az ember ebben az életkorban át kell, hogy gondolja, hogy a maradék második fél időt voltak éppen mivel tölti. Lehet, hogy valakik azt folytatják, amit eddig csináltak, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan terület van, amire nem jutott alkalmam, időm. Mindenek előtt az olvasás. Az olvasás, ahol nagyon jó könyvekre bukkanok rá, és ez nagy örömet szerezés, és elsősorban ez. Visszakanyarodva a pályájára, ha jól tudom, orvosnak készült. Hogyan, milyen kanyarra került végül az irodalomhoz és a sajtóhoz? Hát ez egy céltévesztett kanyar volt az orvosi egyetem végül is. Én örök életemben olvastam. Szülői felkérésre, mivel kitűnő tanuló voltam, tehát könnyen be lehetett iratkozni. Értem az ő gondolkodásmódjukat, mert egy biztos pályát szerettek volna részemre, és úgy gondolták, hogy ez az lesz. Én pedig nem gondoltam át igazából, hogy mi szeretnék lenni. Mindig csodáltam, és irigykedtem is azokra az osztálytársakra, akik már 13-14 éves korban tudták pontosan. Én nem, tehát viszont akkor be kellett látnom, hogy az a pálya nem nekem való, és akkor tértem át, tértem vissza végül is az irodalomhoz, majd az újságírás. Újvidéken a Képes Ifjúság csoportjához is kapcsolódott. Ó, hát ez egy komoly dolog volt. A Hornyik Miki által szerkesztett Képes Ifi, az egy nagy gyűjtőtábora volt annak idején a fiataloknak, a Podolszky, Dudás Karcsi, Jung Karcsi, vagy a Kartang Nándor, aki címmerem is volt, a Böndör Pali, Bordás Győző, ez mind abban az időben is. Ott gyülekeztünk nála, ő egy rendkívül nagy tudású, igen kommunikatív, jókedélyű, és azon kívül rendkívül jó szerkesztő volt, és
ez egy, hát voltak éppen az indulásnál, de sokat segített. Számított. Persze. Ön szerint az irodalom és az újságírás az hogyan tud megférni egymás mellett, és ön milyen pozitív hozadékát látta annak, hogy mindkettőt műveli, akár az egyik vagy a másik esetében? Hiszen az egyik az főleg a tényekre, a napi eseményekre fókuszál, még a másik azért inkább egy líraibb, mivel hogy verseket is ír, tehát ez a kettő hogyan találkozott? Hát általában sehogyan, illetőleg úgy, hogy ha attól függ, hogy az illető személy mennyire ügyes. Én nem voltam eléggé ügyes ilyen tekintetben. Én teljes egészében az újságírást próbáltam csinálni, az vonzott, az kötött le. Azon kívül napi lapnál még nehezebb irodalommal foglalkozni, mint mondjuk egy heti lapnál. Én úgy gondolom, hogy különbség van minden esetre, és más nyelvi készletből is táplálkozik az irodalom, és másból az újságírás, ahol találkoznak, és ez a kedvencem és a kedvenc műfajom az a tárca. Egyébként ön hogyan látja, hogy a mai rohanó világban, amikor az internetes felületekről tájékozódunk, a tárcának, ami talán egy kicsit ilyen líraibb attitűddel íródik, de mégis a mindennapi eseményekre reflektál, milyen a megítélése? Hát sajnos a korral ez változik. Annak idején a magyar sajtótörténetből tudjuk, ott a század előn, hát a legjobb írók, Kródi, Kosztolányi, Mári és a többiek írtak tárcákat. Ezt a lapok fontosnak tartották, és egyfajta rangot is jelentett. Úgy szintén a magyar asszó hőskorában Gál László, a Fehér Ferenc és a többiek szintén Német Pista később, aztán is még többen mások kitűnő tárcaírók voltak. Tehát ennek megvan a hagyománya, viszont ez a gyors információ áradat arra viszi rá szerkesztőket, hogy inkább a hírek dömpingével szolgáljanak az olvasóknak, ami szerintem nem biztos, hogy jó, mert egyrészt ez egy művészi minőséget is képvisel a tárca, másrészt ugyanolyan módon, talán néha ravaszabb, vagy fondorlatosabb, vagy érdekesebb módon, ugyanúgy a mi hétköznapjainkat vetíti vissza. Persze többen próbálkoznak ezzel, és él még ez a műfaj. A más neki a nyelvi készlete másképpen formálódik, de éppen ezért egy ilyen pihentető felület, elgondolkodtató felület lenne az olvasó. És éppen emiatt is áll önhöz közel. Hát az újságírásban az egyik legszebb időszakom az a 90-es évek legeleje volt, amikor a Csorba Zoli fölkért a tárca rovat szerkesztésére. Ez még a közvetlen háború előtt, és a magyar szóban minden nap jelent meg illusztrált tárca. Tehát 30 írót angazsáltam, akkor még volt 30 írónk, és 20 képzőművészt, és rendkívül érdekes az úgynevezett vonal alatt, tehát minden nap jöttek ezek a tárcák. Nagyon élvezetes dolog volt ezt csinálni, és azt hiszem, hogy az olvasók is szerették. Ön egyébként hogyan látja a kisebbségi újságírásnak a szerepét, a fontosságát? Hajlok arra elfogadni, amit kollégák mondanak, hogy az újságírás mindenek előtt szakma, és az a jó újságíró, aki a szakmát jól ismeri. Na de ezen felül mindig is úgy gondoltam, és ma is, hogy a kisebbségi újságírás az valamivel más. Valamivel más, ennek vannak ilyen rejtett rugói is. Bizonyos érzékeny kérdéseknél például a többségi nemzet az egy hatalmi pozícióból indul ki, a kisebbség újságíró pedig egy védelmi-önvédelmi alaphelyzetből. Aztán
megmutatkozik ez a válogatásnál is. Például, ha Felvidéken bezárnak tizenvalahány magyar iskolát, vagy ismét leöntik festékkel a vereckei emlékművet, erre mi fölfigyelünk, és általában beválogatjuk a hírek közé. Nem biztos, hogy egy pesti újságírónál egy pesti lapnál ez ugyanígy történik. Én úgy gondolom, hogy a kisebbségi újságírás az a szakmán felül vállalást is jelent, nagyobb empátiát a mi sajátos dolgaink iránt, a mi sorskérdéseink iránt, témaválasztásban is, feldolgozásban is. Azon kívül mindig úgy érzem, hogy a kisebbségi újságíró az valahogy közelebb van az olvasóhoz, a rádió hallgatójához, tévénézőjéhez, jobban érzi annak a közelségét és a gondjait is. Ehhez képest mennyiben volt más Budapestről tudósítani? Hát Budapest az másféleképpen volt számomra érdekes. Talán még jobb lett volna, én 94-be kerültem oda, ha egy kicsit, tehát rögtön a rendszerváltás időszakában, vagy pedig azt megelőzően, ekkor már meglehetősen ment a pártosodás, és a másfajta vetülete volt ennek az egésznek, de izgalmas volt, mert az ember közelről látta a történéseket, és hát eléggé közelről láttuk azt a meg nem értést, vagy furcsálódó tekinteteket, amikor a határon kívüli magyaroknak a problémái került szóba. Akkor látszott, hogy az ott korábbi 4-5 évtized, amikor erről nem vehettek és nem is vettek tudomást, hogy ez mekkora űrt hagyott maga után, és mennyi mindent kellett ott bepótolni, hogy valamelyest érzékelni tudják azt, ami mondjuk mi felénk történik. Visszakerült ezután Zentára, zentai születésű, a hely varázsa, a zenta polgári léte, ez mennyire fontos önnek? Vagy mi az, én nem zentaiként, amikor ide költöztem, nem tudtam megfogalmazni, de érzem a helynek, hogy van egy különös varázsa. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés is, hogy varázsa van, csak nem biztos, hogy ez mindig pozitív előjelű. Nézze, biztos, hogy Zenta különbözik a környező városoktól, községektől. Én azt hiszem, hogy Zenta már jóval korábban a polgárosodás felé indult el. Ez köszönhető a régieknek is, vagy pedig a két világháború közt a mesterembereknek, az iparos rétegnek, kereskedői rétegnek. A két világháború közt Zentán körülbelül 30 különféle egylet működött, akkor különféle öntevékeny csoportok. Tehát megvolt az a mozgás, amely a polgárság felé vitte ezt a várost. Így alakult ki egyfajta szokásrend, egymás iránti tolerancia, valami, ami átmentődött a polgári világból, vagy kialakult és továbbfejlesztették az itten emberek. Tehát egy törekvő, a polgárság felé törekvő lakosság volt itt Zentán. Hát másfelől közelítve pedig remélem, hogy nem hagyok ki semmit, hát Zentának van könyvtára, levéltára, színháza, múzeum. A múzeumhoz kötődően okvetlen említést kell tenni, hogy Jugoszláviába Zentán jött létre az első művésztelep 50-valahányba, Tripolszki meg a Benes révén. Aztán az újabbak közül pedig Zentán tevékenykedik a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, utóbb pedig a Zetna könyvkiadó. Van képtár, van koncertterem, és ami legfontosabb, és talán ezzel kellett volna kezdeni, Zenta mindig iskolaváros volt. Iskolaváros volt, ma a régi gimnázium mellett van a Bolyai Tehetség gondozó
aztán van zeneiskola, Munkás Egyetem mellett van egy főiskola is. Tehát a gimnáziumot emelném ki, mert a gimnázium volt az, amely akár a szellemi, akár a műszaki értelmiségek sorát gyarapította, nem csak a városban, hanem egyáltalán. És ez mind mai napig érzékelhető, hiszen Zenta viszonylag kis közösség, és ma is viszonylag a művészet különböző területéről igen sok kortárs alkotó embert ad ki magából, és akkor rátérhetünk az Etnára konkrétan, ugye egy irodalmi folyóirat, ami később kiadóvá vált, és ön a kezdetektől jelen van az Etna életében, egy baráti társaságból formálódott, és gondolom, hogy formálta önt is valamelyest. Mindenféleképpen, és valóban szerencsés körülmény, hogy ennyi a szellemi szférából ennyi személy, majdnem azt mondhatnám, hogy zsúfolódott össze Zentán, amely szinte kiemelkedik most már a vajdasági városok közül, ami a kultúrát illeti. A Zetna az egy külön érdekes történet. Úgy hozta a sors, hogy a 90-es évek elején, közepetáján néhányan megbeszéltük, hogy csütörtök esténként összejövünk a Jézus Szíve templom melletti kis vendéglőbe, a Kockás asztalnál, Verebes Ernő, Danyi Zoltán, Nagyabonyi Árpád, Valkai Zoltán, beszédes és én voltak éppen, ez volt a magja ennek a társaságnak, aztán persze alkalmanként is többször csapódtak oda mások is, és itt született az elképzelés, amit aztán a beszédes István vállalt föl, hogy internetes folyóirat, majd nem sokra rá könyvkiadás is megindult. Ez a Zetna az a független, szabad gondolkodású művészeknek a gyűjtőhelye, és így módon nem csak itt, hanem külföldről is, és egyáltalán rendkívül sokan, akik ezt vallják, azok csatlakoznak hozzá. Tehát voltak éppen majd, hogy nem mozgalom. Azon kívül egy inspiráló erő is. Ezt akartam kérdezni, hogy önnek miben segített, hiszen újságíróként határozta meg önmagát, és a kor előre haladtával talán inkább fordul az irodalom felé, most is harmadik kisregényén dolgozik. Tehát miben segítette önt az Etna? Hát éppen ebben, mert ezeken a beszélgetéseken általában irodalomról, filozófiáról, filmekről, és az egymás kéziratairól beszélgettünk, és ez szinte közvetlen ösztönzés volt ahhoz, hogy én is leüljek, és tehát a regény íráshoz segített hozzá, ami a végül is a legfontosabb. Most is említette a filozófiát, és erre az interjúra készülve beszélgetés közben is, hogy az olvasmányai között ma kiemelt helyet foglalnak el a filozófikus művek. A beszélgetésünk elején említettük, hogy sok minden pótolni való van. A filozófia az egyik. Én most valahol a 70. életévhez közelítve úgy gondolom, hogy voltak éppen mindössze kétféle szabadság létezik. Az egyik az idő, a másik pedig a gondolkodás. Az idő az tőlünk független, illetőleg másfelől, hogyha az ember ura a saját idejének, akkor egyrészt megválthatja a saját szabadságát. A gondolat viszont szinte teljes mértékben határtalan. Ami engem érdekel, és így próbáltam kicsit megvizsgálni az irodalom és a filozófia történetét is, arra döbbentem rá, hogy nagyon sok író az évszázadok folyamán már rádöbbent arra, amit aztán a filozófia vagy a pszichológia kezelt, szinte ösztönösen, de a filozófia mégiscsak rendszerekben próbálja a gondolatok szerkezetét visszaadni, és ez az, ami engem érdekel, és ez itt-ott lecsapódik az írásokban is. Harmadik kis regényén dolgozik. Mit lehet erről tudni előjáróban? Hogyan dolgozik, hogyan telnek az ön napjai ma? A
Írással nem tudok folyamatosan foglalkozni. A napjaim ilyen viszonylatban úgy telnek, hogy ha úgy alakul, akkor megállás nélkül ezt csinálom, aztán pedig két hétig lazsálok és nem csinálok semmit. A regényről, hogy mit lehet tudni, ezt némi kajánsággal azt mondhatnám, hogy ezt én is igencsak szeretném tudni, mert a regénynek voltak éppen az első része van meg, és ez így darabonként íródik, és ismét az az érdekes szituáció állt elő, mint a második regénynél, hogy a szereplők egy idő múlva nem az én koreográfiám szerint cselekednek, gondolkodnak, hanem... Önállósodnak? Hanem igen, önálló lesz a létük, és ez rendkívül izgalmas, mert akkor ők maguk is alakítják a regény, szinte társ szerzővé válnak. Ez az Orfeumhoz hasonlóan szintén mozaik részekből fog összeállni, a munka címe az, hogy a hologram hintóján, hogy alakulok vele, nem sietek, és hát engem is maga az írás izgat, és nem egészen pontosan tudom, hogy mi lesz majd a következő lépés. Köszönöm szépen a beszélgetést, kíváncsian várjuk, és minden jót kívánok Önnek a folytatásban. Nagyon szépen köszönöm. Sinkovics Péter volt a szubjektív vendége, Önöknek köszönöm a figyelmet. További szép napot!